Napjainkig ér az 1848-as forradalom számos üzenete, többek között a bölcsesség és a fiatal erő összefogásának gyümölcsei. Szabó Péter paks polgármestere nemzeti ünnepünk 174. évfordulója alkalmából a Csengei Dénes Kulturális Központban rendezett városi ünnepségen köszöntőjében kiemelte, fontos, hogy őrizzük a forradalom örök és nemes céljait. Mindenek előtt a mai veszélyes és nehéz napokban a békét, a józanész erejét, az emberi szabadság, a jogbiztonság, a nemzeti szuverenitás és az ország biztonságos fejlődésének értékeit. Az ünnepi beszédet követően átadták a tisztes polgár kitüntetéseket. 2012 óta minden év március ídusán Paks város képviselő testülete kitünteti azokat a köztiszteletben álló személyeket, akik személyes emberi példamutatásuk, életpályájuk révén a város megbecsült polgárai. Idén Gutai Istvánné és Serdültné Benke Éva vehette át az elismerést. Gutai Julika, ahogy mindenki hívja, ízig-vérig elhivatott könyvtáros, és ezt a hivatást mindig, minden körülmények között gyakorolja. 6 éve nyugdíjas, de aktivitása semmit sem csökkent. 42 éves munkaviszonyom alatt végig azt csináltam, amit szeretek, amit nagyon szeretek. Persze ebbe is bele lehet fáradni, viszont nagyon-nagyon sok mindent nem tudtam emiatt csinálni, amihez nagy kedvem lett volna. És az egyik ezek közül az volt, hogy feltétlenül önkéntes munkára akartam jelentkezni, méghozzá kimondottan az egyházamnál, tehát a Római Katolikus Egyháznál, mert erre nagyon-nagyon kevés időm volt. Hát, hogy aztán ebből ilyen nagyon komoly, tényleg most már múlttal rendelkező önkéntes csoport alakul ki, és hát amit még nagyon nagy örömmel végzek, hogy szerkeztem a Paksaméta című egyházi lapot, ami negyed évente jelenik meg, és hát ahogy elhangzott, ugye dolgozom még a kézben is. 501 néhány könyv volt bejelölve a leltárkönyvben, amelyeket majd el kell olvasnom, ha a nyugdíjba megyek. Na most jelentem, az 501 néhányal végeztem, tehát az már a 6 év alatt azt már elolvastam, és István szerint félelmetes mennyiségű könyvet gyűjtök össze. 50. éve nagyon boldog házasságban élünk, a gyerekeink is, és hát a másik, aminek hódolhatunk végre, hogy minden kiállításra, minden színházi előadásra, minden moziba eljutunk, ha akarunk. Van olyan hét, hogy kétszer is elmegyünk Budapestre. Nekünk mindig ez volt ez mi nagyon közös bennünk, ez az örökös kíváncsiság, és tanulni vágyás, és hála Istennek erre is most jut idő. Sokszor el se hiszem, hogy ezt mind megtehetem. Én messziről jöttem, majdnem 700 kilométerre van a szülőföldem. Serdültné Benke Éva Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön született. Munkásságát, életét mindig áthatotta a magyar nyelv és kultúra szeretete. Környezete figyelmét mindig felhívta az erdélyi magyar kultúra múltján és jelenén keresztül, a gyökerek, az anyanyelv és a nemzet szeretetére, melyet magával hozott Erdélyből. Nem számított a díjra, meglepetésként érte, mert úgy érzi, az elmúlt években kissé háttérbe vonult a közéletből. Szélárnyékba vonultam, elfoglaltak az írásaim, otthoni háromszéki családi dolgokat el kellett adnom a dédnagyanyámtól örökölt régi házat. Sok minden teher volt, és ez kivont innen a közéletből, de nagyon örülök ennek, hogy mégis valakiknek eszébe jutottam. Én 16 évet tanítottam itt Pakson az Esziben, és 2004 óta vagyok nyugdíjas, de egy pillanatra se tudtam leállni. Nem tudom, született pedagógus vagyok, de nem hiszem, mert igazából nem is készültem tanárnak. Viszont a nyugdíjazásom után felszabadult időmet könyvek megírására fordítottam, mert az erdélyi történelem és a családom múltja annyira érdekelt, hosszú ideig őriztem nagyon sok családi adatot, dokumentumot, és ezeknek a feldolgozása foglalkoztatott. Mikor elkészültem vele, akkor a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumnak ajándékoztam a 18. századtól errefele megőrzött családi levéltárunkat, okmányokat, tárgyakat. A háromszéki házunkban nagyanyám megőrizte, és hát ezt most fel kellett számolnom, és akkor így döntöttem, hogy
Ez sok időmbe tellett, de én ezt nagy örömmel csináltam, és úgy éreztem, hogy végre igazán teszek valamit jót. Vannak terveim, igen, az erdélyi múltnak nagyon sok érdekes mozzanata van, feltáratlan személyek is, események is, ezek foglalkoztatnak engem, és nagyon sokat kutatok, és igyekszem ezeket a nyilvánosság elé is tárni. Az ünnepségen Dalba öntött forradalom címmel a Paks kultúrájáért díjas Szaggató zenekar adott koncertet.